Szóval a srácok, második neki futásra is letolom, hiszen véletlenül letöröltem a videót még feltöltés, meg megvágás előtt a telefonomról. Mentünk strandra és hát teljesen elfelejtettem, hát kiment a fejemből, véletlenül letöröltem, azt hittem már rajta van a gépen, de nem. Úgyhogy lejátszom újra. Az első mérkőzésen 1-0-ra nyert a magyar válogatott Kalmár Zsolt góljával, Hát reméljük ez most se lesz másképp, és legyőzzük az olaszokat, meg persze este a valóságban szintén legyőzzük az olaszokat, ugye az angolok ellen nyertünk egy nullára, úgyhogy hozzuk be a ugye három fél idő első, három fél idő, három csomag első fél idő, srácok már itt másodjára veszem fel, látjátok össze-vissza mondom a dolgokat, három csomag első fél idő, és három csomag második fél idő, ahogy az lenni szokott, és bontsuk is ki a legelsőt, és szurkoljunk a srácoknak hogy este is nyerjenek. Luis Diaz, Pau Torres, el 1-0-ra vezetnek az olaszok srácok, ez gyors volt sajnos. Van még itt egy cseh, illetve egy perui válogatott. Hát reméljük, hogy ez az utolsó gólja itt az olasz válogatottnak, ez szóval volt egy piszak és mindjárt megmutatjuk nekik, hogy tudunk nyerni. Nézzük is, van itt egy Panama, utána egy Jung, aztán Marshall, Davies, illetve Adams, úgyhogy további gól nem jött jelenleg, de ugye még van egy csomag az első fél időben, illetve van még három a másodikban, ez nem akartott kinyílni. Na reméljük ebben van a nagy magyar gól. Itt van egy Lewandowski, alatta ott van egy Brady, aztán Weindahl, van egy Palacios, illetve Frank idejünk. Úgyhogy az első félidő után egy 0 ra vezetnek sajnos az olaszok srácok. Van még három csomag, tudjátok, ahogy mondani szoktam, bármi megtörténhet, úgyhogy bontsuk. 15 matricánk van még, ugye, három, három darab, öt darab matrica van egy csomagban. Van egy Meggin, aztán Schmeichel, van egy Zapata, egy Ampadu, illetve van még egy Tomson közben be is, el is takarta egy felhőnapot, napot, kicsit sötét is lett. Mindjárt kapcsolok egy jó kis lámpát, hogy azért valamilyen fény jöjjön már ide, ne a sötétben kell ilyen videózni, pedig tök jó világos volt. Látjátok, még a nap is elmegy. Na de, van még két csomag. Nézzük. Van egy Zsota, alatta egy Cseh, aztán Uronen, van egy Pepe, illetve egy Gríz van. Úgyhogy egyetlen egy csomagunk marad, srácok. Reméljük. Itt lesz a magyar gól, lesz egy döntetlen, netán kettő magyar matrica is lesz benne. Nézzük. Van egy Gary Medel, egy Evans, egy Uruguayi fordítsunk, itt van egy Mexikai Jimenez, utána pedig Akunya. Úgyhogy 1-0-ra nyertek az olaszok sajnos ebben a videóban. Milyen kár, hogy elveszett az eredeti, hiszen ott mi nyertünk egy nullára. Úgy tűnik megint nem a legjobb csomagokat vettem elő. Hát srácok, sajnos nyert Barella góljával Olaszország. Reméljük ez a valóságban másképp lesz. Mindenképpen szurkoljunk a válogatottnak. Estére jó szurkolást. Úgyhogy srácok, ez lett volna ez a mai videó. Ha tetszett, azért dobjatok rá egy like És iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg. Holnap találkozunk egy következő videóban. Addig is legyetek jók. Sziasztok!